Itt a Cserebogár Explorer Krizsán Tamásról. Ma a jelenen keresztül a jövőbe tekintünk, és megnézzük, mi vár a holtágainkra. Gyertek, és tartsatok velünk! Itt vagyunk a Kisfoki holtágnál, amint látjuk, hogy a meder, aminek most itt állok a kellős közepén, teljesen el van iszapolódva. Valószínűleg ez lesz a tófenéknek, holtágfenéknek a legutolsó olyan része, ahol legutoljár tűnt el a víz. És sok ilyen kis apró lukat látunk itt, amiben összegyűlik a víz, tehát egyik ilyen nagyobb-nagyobb, tehát nem azt mondom, hogy pocokluk, de valami állatoknak lehetett a nyoma, és azokból összegyűlt a víz. Tehát mindenki jól nézze meg, hogy mi van itt, de ezt úgy kell elgondolni, meg elképzelni a jövőt, hogy minden holtággal ez fog történni. Tehát időkérdése, pár évtized, valahol már csak évek vannak hátra. Van, aminek van 50-100 éve, de hogyha nem mozgatják a vizet, akkor ez fog történni. A teljes eliszaporodás és feltöltődés. És hiába van itt egy varázslatos életközösség, gyakorlatilag semmi más nem marad, csak az ember által kiásott csatornák. Hosszú távon. Hát, és ez a körösök fantasztikus dzsungelét láthatjuk itt magunk körül. Hát ezeken nőnek ezek a finomságok, tehát például az ilyen hatalmas kidőlt fákon. Hát ezek azért nem semmik. Puha fák, sajnos már közte jön felfele a mindenfajta invazív fajok. Ugye itt a gyalogakáca szélénél, ott már egy, ezek az amerikai kőrisek, és akkor itt szépen lehet sorolni, hogy veszik át az uralmat és a hatalmat, és szorítják ki az őshonosokat. Tehát ez egy elég nagy ökológiai katasztrófa és tragédia. És sajnos nem látjuk a szándékot, hogy valamit változtassunk, vagy felmérjük rendesen ezt a dolgot, és változtassunk rajta. Mi egyedül csak annyit tudunk csinálni, hogy felhívjuk mindenkinek a figyelmét. Ezek között a falmatúzsa elemek között, amik a bőséges víz miatt lesznek ilyen szép nagyok és erősek, sétálni, az teljesen egyedülálló. Tehát én soha nem értettem azokat, akik a pálmafák közé vágytak. Hiszen sokkal másabb hangulatot biztosít. Meg hát ugye mi ennek a Kárpát-medence benszülöttei vagyunk, tehát nekünk ismerni és megóvni kéne ezt. És nem pedig máshova szaladgálni, és onnan venni a mintát, és azt képzelni, hogy ott máshol jobb lesz, nem lesz máshol se jobb. Akkor lesz jó, hogyha mi magunk megváltoztatjuk. És olyanná teszünk, amit mi szeretnénk. Vagy pedig megőrizzük, ami van.
Köszönöm, hogy velem tartottatok, és el ne felejtsétek feliratkozni. Sziasztok!